masszívak voltunk, én úgy érzem, igaz a videótonnál volt többet a labda. Nagyon helyzetet nem tudtunk kialakítani az első fél időben, aztán a második fél időben kicsit kiebb jöttünk. Egy olyan szituációból született a 11-es is, amit nagyon sokszor gyakoroltunk, és utána pedig egy kicsit megzavarodtunk a vezetőgól után, meg a kiállítás után. Nem nagyon tudtuk azt játszani, amit kellett volna, egyel többen voltunk és kapkodtunk, rugdostuk a labdákat előre a semmibe. Ezt is majd át kell venni. Tökéletes napunk volt. Sokat dolgoztunk a győzelemért, keményen kellett küzdenünk, mert a videóton ellen mindig nehéz játszani. Egyetlen hiba eldönthet egy ilyen mérkőzést. Kiharcoltunk egy büntetőt, és mivel az előző ötöt is én lőttem, ezért most is vállaltam. Szerencsére belőttem, és így megszereztük a 3 pontot. Az elején tudatosan álltatok inkább vissza, vagy egy picit azért tartottatok a bajnoktól? Hát én úgy érzem, azért ebben a bajnokságban mindenki egy kicsit tart tőlük, de nem ez volt a tervünk, rá akartuk erőltetni a mi játékunkat, de sajnos ez nem sikerült, mert nagyon hoztuk ki a labdát a videóton, nagyon hátulról kezdtük a védekezést, és beszorítottak minket. Egy kontra után eldönthettem volna a meccset. Kár, hogy nem sikerült, mert ezeket az ellentámadásokat sokat gyakoroljuk az edzéseken. Most is megkaptam a labdát, de sajnos most kimaradt, viszont szerencsére így is nyertünk. Hát igazából én most itt a Pápa elleni meccsre térnek ki. Egy nagyon jól összerakott brigád, tényleg játsza a focit úgy, mint a Kecskemét meg a videóton. Tényleg jó játékosokból áll, eredményesen is futballoznak. Most lesz 2 hetünk ugye felkészülni a válogatott meccs miatt. Megpróbáljuk összeszedni a társaságot, mert vannak kisebb-nagyobb sérülések, és újult erővel felkészülni a Pápa elleni meccsre. A héten keményen kell dolgoznunk, hogy továbbra is ilyen jól tudjunk teljesíteni. Pápára is a 3 pontért megyünk, hiszen pontokat kell szereznünk, hogyha továbbra is a bajnokság élmezőnyében akarunk maradni.